Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szakács László, az MSZP frakció vezető helyettese. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A minap a parlamentben a miniszterelnököt kérdezte, miről volt szó? Továbbra is arról volt szó, amit Matolcsi György dobott be a magyar közéletbe. Ugye annak idején ő azt mondta a pulpitusról a miniszteri expozéjában, hogy Magyarországnak a pénzügyi stabilitását megtámadták méghozzá egy NATO szövetséges tagállamnak a magyarországi nagykövetségén íródott katonai, illetve titkosszolgálati forgatókönyv alapján, és így a jegybankon keresztül a kormányt akarták volna megbuktatni. Itt valójában arról van szó, hogy Matolcsi elkezdett mosakodni, hogy a 2015. január-február-márciusában összedőlő nagy pénzügyi szolgáltatók, ahogy ismerjük a broker botrányokban, ugye miért nem dolgozott hatékonyabban a Magyar Nemzeti Bank, és hát egész egyszerűen ezt ráfogta egy idegen hatalomra, és Matolcsi össze-vissza beszélt, amikor én erről kérdeztem, és gondoltam, megkérdezem erről a miniszterelnököt is, mert Matolcsi György olyan válaszokat adott, amiket semmi esetre sem lehetett értelmezni, hát egyszer azt mondta, egyszer egy Magyar Narancs cikkből idézett, utána azt mondta, hogy csak az én pártársam tudta, hogy ez az Amerikai Egyesült Államok, utána azt mondta, hogy Kósa Lajos tudta ezt jól, és ő hisz neki, hogy az Amerikai Egyesült Államok volt. Majd azt hiszem, hogy az utolsó válasza az az volt, hogy hát ezt már mindenki tudta, csak én nem, hogy ez az Amerikai Egyesült Államok volt, viszont ez ennél egy sokkal komolyabb kérdés. Ja, van. Hát akkor tulajdonképpen Matolcsi bankelnök és ön között megszűnt a párbeszéd? Hát nehéz így beszélni, mert utána még egyszer megkérdeztem, hogy akkor mégis ebből a négyből mennyi az igaz, és mi az igaz, akkor ő mindig visszakérdezett, hogy én például tudtam-e arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank az vette hegedűt, ott voltam-e Róna Péternél egy olyan megbeszélésen, ahol én azt se tudtam, hogy volt ilyen megbeszélés, és végül is ő kérdezgetett engem, ez lett ennek a lényege. Hegedűkről, Róna Péter által szervezett összeesküvésről volt ott szó tényleg mindenről abban a második körös azonnali kérdésben, és akkor gondoltam, hogy tegyük ezt tisztába, hogy mégis próbálunk egy komolyabb embert találni, mégiscsak a miniszterelnöktől megkérdezem, hogy a magyar nemzeti szuverenitásnak egy nagyon fontos elem az a pénzügyi rendszernek a stabilitása, a bankrendszer, a pénzügyi szolgáltatóknak a megfelelő ellenőrzése és biztonsága. Támadás alatt állt-e, kik támadták meg, milyen eszközökkel támadták meg, hogy sikerült ezt elhárítani, és 2017-ben fennáll ez a helyzet, hiszen azért itt lássuk be 100 milliárdos károk. Ha jól értem, a miniszterelnök úr azt válaszolta, hogy ez a veszély mindig fennáll. Azt mondta, hogy ez a veszély ez mindig fent áll, és majd akkor beszélünk róla, hogyha nem sikerült elhárítani. Na most ugye akkor ezzel megint nem tudok elégedett lenni ezzel a válasszal, egyébként tegnap nagyon tisztességesen válaszolt, talán nekem egyedül a miniszterelnök, a többieket lerázta. Lehet, hogy azért, mert ön tisztességesen kérdezte? Az is lehet, meg is köszönte egyébként. De... Én láttam a beszélgetést a TV képernyőjén keresztül, és egész más tont ütött meg, másképp beszélt a miniszterelnökkel, mint a jegybank elnökkel szokott. A jegybank elnökkel is, mindenkinek a kiáró tiszteletet, hogy az ember megelőlegzi, hát ő mindig visszafelé lépkedett ebből, és szépen lassan... De először ez már egy pozitív lépés, hogy a miniszterelnöknek megadta a neki járó tiszteletet, de ettől nem lett okosabb? Nem lettem okosabb, mert ugye azt mondta, hogy tényleg ez egy fontos dolog, és csak akkor beszéljünk ezekről a kérdésekről, hogyha nem sikerült elhárítani ezeket a támadásokat. Na de hát Matolcsi beszélt róla. Matolcsi na jó, egy független... akkor most jött ez az orosz kód. Hogy kapcsolódhat az orosz kód és a jegybank támadása? Szerintem a kettő az egy nem nagyon függ össze egymással. Az, hogy a magyar kormányzati portálnak forráskodja, motorja, természetesen nem vagyok nagy szakértője az informatikai dolgoknak, de hogyha ez egy olyan nem saját fejlesztésű, olyan informatikai rendszer, amiben senki kívülről be nem láthat, hanem azt valahonnan megvásárolják, és lehet, hogy annak van valami olyan bejárata, ahonnan le tudják szívni azoknak az adatait, akik bemennek. Az internet világában, még egyszer mondom, a hibrid hadviselésnek a világában, az adathalászatnak a világában, tehát olyan adatokat tudnak leszívni
külföldi szolgálatok, akiknek nem akarjuk mi odaadni az adatainkat, akkor nézzük meg, hogy mi milyen adatokat tudunk leszűrni öntől. Igaz-e az a hír, meg tudja erősíteni azt a hírt, miszerint az ön pártja azt ajánlotta a volt miniszterelnöknek, hogy a 13. kerületben elindítják őt listásként, Gyurcsán Ferencről van szó. A 13. kerületben biztos nem listásként, ott egyéniben. Egyéniben. Ha volt ilyen ajánlat. Én nem vagyok az országos elnökségnek a tagja, akivel beszéltem az országos elnökség tagjai közül, mindenki azt mondta, hogy ilyen ajánlatot az országos elnökség nem fogalmazott, meg ilyen ajánlat hivatalosan. Hidal István azt válaszolta, újságíró kérdésre válaszolta, hogy szó se volt semmilyenről, akkor hogy került ez ki az utcára? Én annyi mindent hallottam mostanában, amiről nem volt szó. Tehát sokszor szokták mondani, hogy az emberekkel nem az a baj, hogy kevés dolgot tudnak, hanem az a baj, hogy sok olyan dolgot is tudnak, ami nincs. Ugye talán egy fél éve volt, volt az hír, hogy már elosztották a DK és az MSZP már elosztották egymás között a 18 budapesti körzetet, és azért így fogalmazok, mert erről a DK nem tudott, meg az MSZP nem tudott, hogy ezek a megegyezések ezek meglettek volna. Hát azért lássuk be, itt sikeres körzetekről van szó, ott, ahol teljesen baloldali vezetése van egy kerületnek, ahol a baloldal fellegváraként tekinthetünk. DK alelnöke, aki Európai Uniós képviselő, és azt mondta, hogy ez egy, ha egyáltalán ilyen ajánlat jön, akkor ez egy tisztességtelen ajánlat lenne, és ő bízik abba, hogy ilyen ajánlatot nem is fognak tenni. Én bízom benne, hogy nem tettünk ilyen ajánlatot. Én azt nem gondolom, hogy nagyon tisztességtelen dolog volna fölajánlani tényleg azt mondom, egy nagy balos fellegvárat, mint a 13. kerület, de bízom benne, hogy ilyet nem teszünk meg. Főleg nem testületi felhatalmazás nélkül. Ugye ez ennek az egyik része. A másik része pedig az, hogy most én szerintem azt az időszakot éljük, amikor mindenki a saját hangját igyekszik minél hangosabban hallatni, hiszen mindenki szeretne elérni azokból a szavazókból, akiknek nincsen pártpreferenciája, minél többet. Ezért természetesen minél harsányabban kell mondani, időnként olyan dolgokat tehát is, akkor meg tudja erősíteni, értünk, hogy az önök pártjában is megkezdődött a választás. Szerintem minden pártban megkezdődik a választás, akkor egy év múlva választások lesznek. Hol tartanak, vannak-e plakáthelyeik? Vannak plakáthelyeink, éppen most egyébként szerte az országban jóval kevesebb, nem tudom, a pártigazgatót kellett erről megkérdezni, jóval kevesebb van nekünk, Jobbik mint a Fidesznek. Jobbik enged át önöknek plakáthelyeket? A Jobbik? Azt nem hiszem, hogy a Jobbikkal nekünk bármilyen ilyen megállapodásunk lenne. Mi a plakáthelyeknek a tulajdonosaival tudunk megállapodni, vagy az azt üzemeltető, vagy bérbevevő cégekkel tudunk megállapodni, de nem tudom, hogy kivel tudtak megállapodni, nem én vagyok a pártigazgató ilyen napi operatív ügyekben, nyilván nem is onnan be, meg nem is szeretném. Én annak örülök, hogy választókerületenként 4-5 helyen, néha 5-7 helyen kint vannak azok a plakátok, amelyek Botkanászónak. Akkor nézzük az ön választókerületét. Igen. Melyik az ön választókerülete? Pécs 2-nek hívják, vagy Baranya 2-nek hívják ezt a választókerületet. A Fidesz így szabta át, borzalmas lett egyébként. Nem az ott élő emberek miatt, hanem a Fidesz által használt térgeometria miatt. Kik lesznek a kihívói? Hát eddig Hoppá Péter volt ugye a Fideszből a kihívóm, Keresztes Lóránt volt. Ő elég népszerű, azt hiszem. Ugyan stúdiónkat nem látogatja, ideig 29-szer hívtuk, és még egyszer nem jött. Ez nem valami személyes, hanem biztos nagyon elfoglalt. Igen, akkor ki van még, aki ott a kihívója? Szerintem az nem szép dolog, hogyha az ember a média megkeresésének nem tesz eleget. Keresztes Lóránt van még az NMP tekintetében, de hát nálunk ott még Baranyában ez még a két párt között, az MSZP és a Fidesz között dől el. 2-2,5%-kal maradtam el ugye a 2014-es választásokkor. Mondjuk ez azt jelenti, hogy a leadott 35 ezer szavazatból olyan 1500-2000 szavazat, 1800 szavazat volt kettőnk között a különbség. Én ezt mindenféleképpen egy tisztességes jó eredménynek könyveltem el magamban is, 8%-kal tudtam többet, mint a pártam. Mit ez azért, hogy ez alkalommal ne önveszítsen? Én azt gondolom, hogy az országos politikában sokkal nagyobb szerepet vállaltam, mint korábban vállaltam. Ugye akkor inkább egy háttérember voltam, ugye az elnöknek a kabinetfőnöke. Viszont én korábban megőriztem azokat a gyökereimet, amelyek korábban megvoltak, hiszen én 8 évig alpolgármestere voltam Komlóvárosának, Pécsett is remek kapcsolataimban barátságok alakultak ki, illetve a pécsi pártszervezettel is. Én úgy gondolom, hogy kiválóan tudunk együttműködni. Kevés volt az idő átállni az új választó körzeti rendszerre. Nekem egy olyan választó körzetem van, amiben kétszer megyek be, és kétszer jövök ki úgy, hogy közben nyílegyenesen megyek a 6-os úton.
Tehát úgy rakták össze a fideszesek csak azért, hogy tudjanak nyerni, hogy van olyan utca, aminek a bal oldala már a másik választókerületbe tartozik, mondjuk a Szigetváriba, a jobb oldali, ez pedig még mindig Pécsé. Tehát ez valami hihetetlen, hogy mondjam, hátrányt okozott természetesen nekünk, hogy a korábban megszokott választókörzetekhez képest egy teljesen új területen be kellett mutatkozni, teljesen új területen meg kellett ismertetni, és bizalmat is kellett gerjeszteni magunkkal szemben. És úgy gondolom, hogy ehhez képest összesen 2%-kal elmaradni, ez nem olyan rossz eredmény volt. Vajon a mostani parlamenti felszólalásai annak köszönhetőek, hogy ezáltal is népszerűsítse saját magát? Hát persze, meg hát a munkámat is végzem. Ugye azért küldtek ide a választók, hogy képviseljem ezeket az érdekeket. Persze vannak olyan ügyek, amelyeket én magam találok meg magamnak, vannak olyanok, amelyre felkérnek, hogy képviseljem, megkérnek otthonról, hogy képviseljen. Ilyen volt legutóbb a bérfeszültségeket okozó nem béremelés, ami ugye mondjuk a közszférában történt, amiért felszólaltam, hogy hát egy diplomás, ám bár nem oktató, az többet keres az első évében, hogyha bekerül egy iskolába, mint hogyha valaki 30 éve ott tanít. És ezekre az igazságtalanságokra mindig is felhívom a figyelmet. Annak pedig örülök, hogy akár a beosztásomnál fogva, akár pedig a korábbi szerepléseim okán eljutunk odáig, hogy egy értelmes vitát le lehet folytatni a miniszterelnökkel arról, hogy Magyarországnak a szuverenitása megsérül-e, vagy nem sérül-e meg, és Matolcsy vigyáz erre a szférára. Egy percünk van hátra. Van-e valami különleges véleménye a CEU-ról? Természetesen nagyon különleges és nagyon sarkos véleményem van erről. Én úgy gondolom, hogy ez egy egyszerű politikai támadás, amivel nem tudom még, hogy mit akarnak elfedni a fideszesek, de ezt most maguknak bevásárolták, ezt a problémát. És azért most gondoljon bele, én azt kérem minden néző, tényleg ebben az országban már minden rendben van az egészségügy, rendben van az alapfokú és a középfokú oktatási rendszer, az úthálózat, a munkahelyek, minden, már csak ez az egy volt vissza, hogy akkor most a CEU-ban milyen engedélyeknek és hogyan Ön kell megfelelni. Ön egy jogászember elolvasta a törvényjavaslatot? Elolvastam. Elolvastam ezt a törvényjavaslatot, ugye az látszik benne, hogy kell nemzetközi szerződést kötni, és kell otthoni kampuszának lenni. Tehát a két államnak szerződést kell egymással kötni, illetve a küldő államnak. Minden olyan állam, aki nem az Európai Unió tagja. Aki nem az Európai Unió tagja, és ugye voltak ennek hatályba léptető rendelkezése is, ugye erre először 2018. január 1-ig adott időt, hogy megkössék az államközi szerződést az Amerikai Egyesült Államokkal, például ebben az esetben, majd ugye ezt előrébb hozták 2017 szeptemberre. Énekkel ezelőtt már volt egy alapja, amiből lehetett volna szerződést készíteni, de valamiért ez nem készült el. Egy szándéknyilatkozat, ami elkészült volna a szerződés, akkor most nem tartanánk itt. De hát ugye nemzetközi szerződést kell kötni, és ugye itt egy nagyon érdekes helyzet van, hiszen itt egy föderális, egy szövetségi államról beszélünk, ahol nincsenek állami egyetemek. Tehát Magyarország csak a szövetségi kormányzattal, ha úgy tetszik, Washington DC-vel tud kötni szerződést, viszont a CEU-nak nem tud szövetségi... Fél perce maradt hátra, partnere és lenni. Itt van Jákob a robotkamera, és most üzenhet szavazóinak és a magyar népnek, mégpedig hamarosan ránk köszönt húsvét ünnepe. Én úgy gondolom, hogy húsvét az egyik legmeghittebb, de biztosan a legvidámabb keresztény ünnep. Én azt kívánom mindenkinek, hogy nagyon jó hosszú hétvégéje legyen, a hölgyeknek sok locsolót kívánok, az uraknak pedig mértéktartást. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és a családjának is a legjobbakat. Köszönöm szépen.